A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 12-szer rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a lányok számára kiírt röplabda tornát. Ezúttal 12 U15-ös csapat nevezését fogadták el a szervezők a rendezvényre, ami az egyik legrangosabb hazai utánpótlás tornának számít a sportágban. A magyar röplabda a virágkorát éli, és ugye ez a torna akkor is megrendezésre került, amikor sötét idők voltak. Nyugodtan mondható, hogy az egyik olyan hely volt és bázis volt, ami életbe tartotta a magyar röplabdázást. Ma már, amikor ilyen eredmények vannak válogatott szinten, vagy pedig a nyíregyházi csapatot nézzük, a nyíregyházi felnőtt együttes szintjén megint, most már, hogy mondjam, könnyebb, de a Móricz Kupa nélkül nem nevelődtek volna ki azok a játékosok, akik még most is ott vannak már megint a felnőtt csapatban, de hát sok éven keresztül a gerincét alkották a nyíregyházi felnőtt csapatnak. Tehát olyan magas színvonalú a munka, amit a Moravszky házaspár végez, ami megkerülhetetlen a teljes magyar röplabdázásban. Számtalan válogatott játékos, évente számtalan válogatott játékos kerül ki a kezéjük közül. A névadó intézmény vezetője a sportsikerek mellett az elmúlt negyed században kialakított kapcsolatrendszert tartja a torna legnagyobb hozadékának. Nagyon jó sport szakmai kapcsolatokat sikerült kiépíteni az iskolának is, illetve a röplabda sportágnak, Nyíregyházának külföldi csapatokkal. A testvérvárosi kapcsolatrendszert tudtuk ápolni a sport területén. Úgy gondolom, hogy sikeres kupáról beszélhetünk. A két csapatot indító házigazda szeretné egy dobogós helyet szerezni a rangos mezőnyben. Nagy ágyuk érkeznek ismételten Nyíregyházára, hiszen fogadjuk a testvérvárosi kapcsolatainkat is. A Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból, és most még érkeznek hozzánk Szerbiából, akik ind a csapata, valamint a legeredményesebb, legrangosabb magyar csapatok, a Vasas MTK, BRS-e, Jászberény, UTE, és természetesen a két nyíregyházi sportcentrum csapata, OGB, AOGB néven fognak szerepelni. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap 12 óra 40-től játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok.